Hát jó reggelt, sziasztok! Fú, hát már nagyon korán, korán találkozunk, 7.30-kor. Elő is kell keresnem a többi napot, hogy mikor fogunk találkozni. A mai Facebook Live-nak az a, meg Insta Live, nem is Insta Live, YouTube Live-nak az a témája, hogy nyomj egy részletet, kezd újra, és utána is maradj flóban. Erről fog majd nektek mesélni, de megvárjuk, amit mindenki ide talál. Jó reggelt! Mm. Én meg közben előkeresem a a dolgokat leellenőrzöm, hogy minden rendben van-e. Igen. Hú, Hú, itt vagytok, jól van. A csilla is itt van. Jó reggel, csilla. Ö, 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 megkérlek benneteket, hogy majd osszátok meg esetleg a. Hát, hogy meg tudom én is osztani, várjatok csak. Majd előkeresem a YouTube-on is ezt a videót. És elfogom. Hú, itt van. Meg is találtam. Jó reggelt, sziasztok! Na, mit szóltok, hogy megint együtt indítjuk a reggeleket? Ez a kedvencünk, igaz? Vagy legalábbis nekem. Én nagyon szeretem ezeket a sorozatokat, majd mindjárt mondok nektek néhány gondolatot ezzel kapcsolatban, csak közben megosztom a brilliánsoknál is, hogy már élőben vagyunk. Megedőztem a Rékút! már hogy Rékú! Oké! Okay. Na, szuper, jól van. Én akkor megosztottam minden a telegramot. Ja, jól van, már megosztottam minden a telegramot. Oké, okay, szuper. Hát akkor jó reggelt, hello mindenki. Szóval minden reggel fogunk találkozni, gyertek holnap is, és vasárnap is, mert minden reggel találkozunk már, és megnézem az időpontokat, hogy pontosan mikor fogunk találkozni, mert azokat nem értem ide fel magamnak, de nem 7.30-kor, hanem holnap reggel. Ó, ez nem mutatja. Itt nem látom. Na jó. Majd kikeresem, mire a végéhez érünk, hogy... Á, ah, van. Nem mutatja. Kis francos. Akkor majd a Rékut megkérem, hogy megnézed nekem, Rékú, hogy honlap... úgy emlékszem, hogy nyolckor kezdünk, és... Vasárnap pedig, ha jól emlékszem, kilenckor fogunk kezdeni, mert ott a Boldogság Akadémiásokkal energiát fogunk húzni nyolcszor, akkor vasárnap kilenc. Ácsilla tud mindent. Nyolc, kilenc. Oké. Szóval, sziasztok, Na, itt vagyok, jól van. Most már két és fél perc teltem a live de még semmi érdemleges dolgot nem mondtam. Először is jó reggelt. Szóval néhány gondolat ide az elejére. Ugye időnként szoktunk csinálni a Boldog Közösség csoportban nagyon klassz Facebook live-okat, ilyen kis reggeleket, aminek mindig van valami klassz témája, és akkor többre reggelen keresztül végig szoktunk menni az adott témán, és általában mindig így gorcső alá vesszük valamelyik életterületünket. Most ezzel a live-val egy kicsit másként vagyok, mert úgy döntöttem, hogy egy kicsit szeretnék nektek mutatni pár izgalmas eszközt, amelyeket az Access Bars, Access Alapozó, vagy akár a Brilliance tagságban em, em, szoktunk, hát megmutatni, talán megmutatni ez lenne a legjobb szóra, és em, ennek a ennek az ötletnek a kapcsán lett ez a cím, hogy nyomj egy reszetet, kezd újra, és maradj a flóban, mert mondjuk egy bárs tanfolyam az tényleg nagyon olyan, hogy eljön valaki erre az egynapos tanfolyamra, és tényleg olyan, mint hogyha reszetet nyomja az életén, de majd erről ma fogok mesélni. Aztán az alapozó tanfolyam, ami most már egy három és fél napos tanfolyam, az pedig gyakorlatilag teljesen lebontja azokat az alapokat, amelyekre eddig az életünk épült, és képes leszel egy teljesen új alapokkal, amelyek már nem valami szilárd, megszilárdított dolgok, hanem, hanem egy képlékeny, mozgékony, reziliens valami, amivel könnyebben lehet haladni az életben. És aztán utána ott van a brilliáns tagság, ami pedig abban segít, hogy utána az ember flóban maradjon, mert elmegy az ember egy tanfolyamra, ott szuper jól érzi magát, megkapja az inspirációt, az ember úgy érzi, hogy a Himaláját a hátán el tudná vinni, aztán, aztán utána meg sokszor azt érezzük, hogy ö, ö, úgy elfelejtjük használni az eszközöket, úgy megfeledkezünk róla. Szóval olyan eszközöket fogok hozni ezen a három reggelen, amelyek abban fognak segíteni, hogy képes legyél ö, resetelni az életedet, újrakezdeni. Új alapokat építeni, és aztán hogyan tudsz benne maradni a flóban, milyen eszközeink vannak erre. Szóval a mai reggelen először is az a pont, hogy indítanék gyomorig közben, hogyha megteszitek, hogy megírjátok, hogy honnan csatlakoztatok hozzánk, a világ melyik részéről, esetleg itthon Budapestről, vagy valahonnan vidékről. A Mónik egy hogy tag, Boldogság Akadémia, brilliáns, Max, bársz, alapozó, minden is egybe, hagyja rivátlak benneteket. Most volt a Boldogság Akadémia találkozónk múlt hétvégén, és oh my god, nagyon klassz volt. Győrből? Romániából? Wow! Aztán. Szóval még megírjátok, hogy honnan nézitek. Ú, uh, tényleg, boldog szülőnapot az Anikónak. Hát akkor van egy rossz hírem mindenki. Tegnap Anikónak a Boldogság Akadémia hívásom megígértem, hogy énekelni fogok egy szülinapidalt, úgyhogy most országvilág előtt meg fogom magamat szégyeníteni, azt ígértem neki. Remélem, hogy itt van, és hallani fogja az énekemet. Szóval az én kedvenc születésnapi dalom az a szülidal, ami úgy hangzik, hogy egy szülinapi dal nem macska zene, bár egy macskát köszöntök fel vele. Nagyon <laughs> vicces, Anikó, boldog szülinapot, ez a dal a szüli dalod. Ezt most bebizonyítottam, hogy énekesnek rossz lennék. Szóval, wow, újpest, vecsés, jó reggelt mindenki! Szóval, kecskemét, és épp munkába tartok. Hát akkor, csak ügyesen, Leonoránk, hariko, Szóval, ez volt a kis szülidalom a számodra, de majd lehet, hogy elénekelem neked egy telegram üzenetben, szóval. csak most egy kicsit szégyeltem, <laughs> szégyeltem magam. Szóval, sziasztok mindenki! csapjunk is bele, hogyha benne vagytok. Ezek a reggelek azért születtek, hogyha ez a leges-legeső alkalmad velünk, akkor azt láthatod, hogy ez egy nagy közösség, ami nekünk nagyon-nagyon fontos. Eddig mindig csak a Boldog Közösség csoportban osztottuk meg ezeket a liveokat. most már azért nagyon sokan követtek minket a YouTube-on keresztül, illetve a Facebook oldalunkon keresztül, ezért úgy döntöttünk, hogy kihozzuk a Boldog Közösség csoportból ezeket a reggeleket, és um, elérhetővé tesszük a nagy közönség számára is. Rengeteg ilyen sorozatunk volt, rengeteg témában, hogyha kíváncsiak vagytok, akkor ha fölmentek a YouTube csatornánkra, és kerestek a lejátszási listákra, akkor ott találhatok több száz videót gyakorlatilag ilyen klassz témakörökbe rendezve. Ez a mai is egy ilyen sorozatnak az első epizódja, az első állomása. Ma arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan tudsz nyomni az életeden egy reszetet. Akkor csapjunk is bele, ha benne vagytok, próbálok gyors lenni. Nem tudom, hogy meddig fog ez a live tartani, de nem menjetek sehová, um, tartsatok ki, ha pedig nem tudtok maradni, akkor van egy jó hírem, a live-ot vissza tudjátok nézni itt az oldalon, a Facebook csoportban is, a Boldog Közösség csoportban is, és a YouTube oldalunkon és YouTube csatornánkon is. No, jó helyre kerültem, itt csak csajok vannak, mondja János. Hát, szuper helyre kerültél, de nézzük, itt van a Tamás is, úgyhogy ő megmentette ezt a bulit. Majd, hogyha vagytok fiúk, akkor légy szíves, ti is írjátok meg, hogy itt vagyunk. Mert egyébként nálunk az egy érdekesség, hogy nem csak csajok vannak a tanfolyamokon, meg a programokon, hanem szerencsére fiúk is, úgyhogy na, itt van a Tamás, tessék. Szóval elég sok fiú szokott lenni, most a Boldogság Akadémia találkozón, és a fiúk maguk is meglepődtek, hogy mennyi fiú volt ezen a programon. No, de lássuk, mit hoztam nektek mára. Rögtön az első gondolatom, ugye, az inspirálta ezt az egész sorozatot, hogy imádom a bársz alapozó tanfolyamokat, meg a brilliáns tagságot is, és azt látom, hogy mindegyik tanfolyam valami más szolgálatot tesz, persze nem lehetne ezt azért egy ilyen dobozba belerakni, de tényleg azt érzékelem, amikor valaki eljön egy excess bars tanfolyamra, akkor, akkor egyszerűen nyomódik az életén egy ilyen reset gomb, hogy minden, amit addig minden, ahogyan addig működött, a rengeteg nézőpont, azok elkezdenek úgymond így fellazulni. Még lehet, hogy ott vannak a helyükön, de már nem állnak ott ilyen szilárd alapokon. És nagyon izgalmas azt látni, a saját tapasztalatom is ezt, hogy amikor elmentem életem első pástán folyamára, akkor nem tudtam megfogalmazni, hogy mi történt ott, csak azt éreztem, hogy az életem megváltozott. És ez azért van, mert a legtöbbször ezeket a dolgokat nem lehet szavakkal kifejezni, nem tudjuk ezt äh, ilyen módon szavakkal leírni, hogy mi történik ezeken az eseményeken. Én ezért is mondom mindenkinek, és most is ezt mondom nektek, hogy, hogy ne higgyetek el nekem semmit, amit ma mondok ebben a live hanem egyszerűen csak mondok, boldog fiúk, írjatok. Hát sziasztok, srácok! Szóval, ami nagyon fontos, hogy Lici, ne higgyetek el nekem semmit, bármi, amit mondok, vigyétek el magatokkal, és próbáljátok ki. Azért fontos ez szerintem, mert azon, hogy mindannyiunknak van saját tudása. Mi tudunk egy csomó mindent. Tudjuk mi, hogy hogy működik az élet. Tudjuk mi, hogy hogyan tudnánk boldogok lenni. Tudjuk mi, hogy mit tesz minket boldog. Pontosan tudjuk, hogy az életben mi működik nekünk. Mégis felülírjuk mindezt, mégpedig azra alapozva, hogy mit láttunk másoktól, mit hallottunk másoktól. És ezt a fajta működést próbáljuk meg ma itt egy kicsit felbomlasztani. És nagyon sokan, hát különböző okokból de feladjuk mindazt, ami igaz nekünk. Feladjuk, mind, feladjuk annak a, az igényét, hogy felfedezzük, hogy kik vagyunk mi, hogy mi igaz nekünk, és hogy hova tartunk, hogy miért jöttünk ide. Nem abból a nézőpontból, hogy lenne valami karmánk, amit le kellene tudni, de egyszerűen mindannyiunknak van egy csomó olyan fantasztikus képessége és kapacitása, ami senki másnak. És ez az, amit szeretnénk ma is itt egy picit felfedezni, egy kicsit közelebb, szeretnélek ehhez benneteket egy kicsit közelebb vinni, hogy, hogy megláthassátok, felfedezhessétek mindazt, hogy mi minden van bennetek, és hogy mi lehet nektek valójában igaz. És én rögtön azzal kezdenék, hogy az Access Bars kézikönyvnek rögtön az első néhány oldalán, ott van egy nagyon értékes mondat szerintem, az van odaírva, hogy minden egy kérdéssel kezdődött. Szóval Geri lesz, aki az Access consciousness az alapítója, hogy most már több mint 30 évvel ezelőtt föl lett fedezve a Barsz, és tulajdonképpen ez az egész rendszer, ez azzal indult, hogy először volt a Barsz kezelés. És um, Geri ezeket a Barsz kezeléseket tanította otthon San diego a garázsában. <kül> ez is, mint minden startupi garázsból indult, és... Um, miközben tartotta ezeket a bástanfolyamokat, megmutatta az embereknek, hogy hogy vannak ezek a pontok, meg hogy hogy érdemes őket érinteni, közben az embereknek volt egy csomó kérdése. És ahogy föltették a kérdéseiket, úgy jött egy csomó éberség. És ezeket az éberségeket írták le később, és ezekből születtek ezek a fantasztikus eszközök. A mai napig így van, ugye, hogy nagyon gyorsan, dinamikusan változnak ezek a tanfolyamok. Szóval, hogyha voltál fél évvel ezelőtt egy bárs akkor lehet, hogy ha elmész ismételni, akkor a tankönyvben egy csomó új információ van, ami korábban nem volt bennennek, Az az oka, hogy ugyanúgy, ahogy te is nagyon gyorsan és dinamikusan változol, ugyanúgy, hogy a tested is nagyon gyorsan, dinamikusan változik, az, hogy neked mi az igaz, az, hogy te mit szeretnél az életettől, az is dinamikusan változik, mert minden választásoddal mész előre a jövőbe, és valahogyan ez a vitorla, ez így változik, hogy, hogy éppen merre szeretnél menni. És nagyon fontos ez a bársnál is, hogy, meg az összes ilyen tanfolyamnál, meg nálunk az összes dolognál, hogy, hogy ezek változnak ráadásul dinamikusan, és hogyha esetleg voltatok valamikor a közelmúltban alapozó tanfolyamon, és mondjuk most eljönnétek egy hónap múlva, akkor egy teljesen új könyv várna benneteket, mert most ráadásul ki lett kukázva az előző könyv, és teljesen nulláról újra lett e, teremtve ez az egész tanfolyam. Szóval ez az izgalmas része ennek, és talán ez az a reziliencia, meg ez az az energia, amit szerettem volna nektek ma reggel itt megmutatni, hogy, hogy, az van, hogy nagyon sok döntésünk van a múltból, amelyeket nagyon fixen ott tartunk. Eldöntöttük valamit, hogy ez így van, és ragaszkodunk hozzá, de már nem működik nekünk. Pont a minek meséltem egy ilyen példát, hogy néhány évvel ezelőtt vettem magamnak egy kis Fiat 500-ast, ami szerintem gyönyörű autó. És az történt, hogy megvettem az autót, de nem voltam vele boldog. Szóval szerettem, de kicsi volt, alig fértem el benne a csajokkal, hogyha mentünk vidékre tanfolyamot tartani, nem fértünk be a kocsiba, és egyszer csak ott álltam, hogy mi a francez. Hát mindig ez volt az álmom, hogy legyen egy ilyen kis autóm. És akkor kellett rájönnöm arra, hogy ó, oh, mikor álmom is ez? Ó, oh, hát még olyan 2005 környéke? És ott nevettem magamon, hogy basszus, volt egy álmom 2005-ben, de már nem az az álmom, és ezt elfelejtettem, és nagyon sokszor így benne ragadunk ilyen dolgok, hogy próbálunk olyan dolgokat létrehozni az életünkben, amelyek már egyébként nem is működnek nekünk, már nem, nem is azt szeretnénk, de egyszerűen csak fogalkörömmel ragaszkodunk hozzá, és szerintem ami a legfontosabb azzal, hogy tudjunk nyomni az életünkön egy reset gombot, ugye, egy újraindítást gyakorlatilag, ahhoz elengedhetetlen az, hogy ott legyen bennünk a kérdés, hogy mit akarok itt és most, mit akarok, és arra kérnélek benneteket, hogy ma reggel nyomjatok van egy reszetet arra, hogy elengedni, elpusztítani, nem teremtettéteni mindent, amit gondoltam az életemről korábban, hogy mit akarok, mit nem akarok, hogy hogyan szeretném élni az életemet, hogy mit tesz engem boldoggá, hogy, hogy hogyan képzelem el a jövőmet, a jelenemet úgy egyáltalán, hogy hajlandóak lennétek-e most itt együtt mindannyian, mert tudjátok, hogy ennek a kollektívnak mekkora ereje van, és hát sokan vissza is fogják nézni ezt a live valószínűleg, akik most nem tudnak velünk itt lenni. Csak fognál, de nyomnál egy reszetet arra, és azt mondanád, hogy oké, okay, minden, ami eddig voltam, minden kapcsolatomat, önmagammal, a pénzemmel, a múltammal, a családommal, a párommal, a a múltammal, a jelenemmel és a jövőmmel minden kapcsolódásomat, mindent, ami voltam, mindent, az egész múltamat, a sztoriaimat, minden mehet kuka. Azért, és még fogok még erről mesélni mert azért nagyon fontos ez ilyenkor, ez nagyon fontos, hogy amikor elpusztít, amikor szándékoddal elpusztítasz, és nem teremtetté teszel valamit, amilyen, akkor nem azt a nem tudod elpusztítani, nem vagy képes elpusztítani semmit, ami igaz neked. Szóval ez nagyon fontos, hogy semmit nem tudsz elpusztítani, ami igaz neked, vagy ami valós. Csak olyan dolgokat tudsz ilyenkor, és azt mondod, hogy én minden este, nekem ez az egyik kedvenc eszközöm, minden este elalváskor ezt csinálom, hogy minden, ami ma voltam, minden, ami uh, amit elképzeltem magamról, az összes kapcsolódásomat mindenkivel, a pénzemmel, a jövőmmel, a múltammal, minden, ami eddig volt, az elpusztítom, és nem teremtetté teszem. És akkor elmegyek aludni, másnap reggel felkelek, most, most mi most reggel csináljuk ezt a gyakorlatot, de majd fogjátok tudni csinálni máskor is, és máskor este is, most együtt megcsináljuk, csak ennyi a szándékottól megváltozik ez a dolog. Szóval hajlandó lenné le minden, ami eddig voltál, minden, amit eddig gondoltál magadról, az összes imidzsedet, az összes elképzelésedet, az összes vélt, valótlan valóságodat. Minden következtetést magadról, minden hazugságot, mindent, ami már nem szolgál. <kül> És hogyha van kedved, bocsi, mindenkitől csak valami kapja a Szóval, hogyha van kedved, akkor akkor játszhatjuk azt, hogy csak nyissa a melkasodon egy ilyen képzeletben egy ilyen nagy ablakot. Dupla szárnyú. Tehát így uf, nyisd ki. És csak annyi, hogy minden elfolytott, elnyomott energiát, amit, amit ott bent tartasz, így elnyomsz magadban, az összes ilyet, csak uf, mint hogyha lélegeznél a melkasodon keresztül, csak kezd el elengedni. Kérd meg, hogy ezek lazuljanak fel, és minden, ami nem szolgált téged, csak hagyd menjen. Lehet, hogy ásítasz, lehet, hogy ráza hideg, lehet, hogy meleged van, egy csomó testi érzet is történhet ilyenkor. És az van, hogy ami szerintem nagyon fontos, hogy nem csak itt, tehát nem csak ma reggel is itt nyomhatunk, <laughs> írhatok, hogy <kül> majdnem kiszakadt a melkasom. Szóval van, hogy nem csak itt és most, vagyok képes reszetet nyomni az életemen, hanem érdemes minden egyes nap nyomni egy reszetet az életeden. Azért, mert egyszerűen azt csináljuk, hogy ebből az autópilótából éljük az életünket, a megszokás, amikor felkelünk reggel, is föl se tesszük a kérdést, hogy mit szeretnénk ma csinálni? Ki vagyok ma? Nem, nincs bennünk ott a felfedezésnek, ennek a kalannak az energiája, nincs bennünk ott, hogy hogy a lelkesedés az életünk iránt. Hanem nagyon sokszor azt hiszem, hogy felkelünk reggel, akkor menni kell, csinálni kell, igaz, a gyereknek be kell rakni a haját, vagy magamnak, el kell készülni, a kell mosnom, fogad kell mosnom. Ott van ez a rengeteg kell, kellene, ott van ez a rengeteg elvárás magunkkal szemben, ami miatt rengeteg ellenállásunk van, és a legtöbben úgy éljük le az egész életünket, hogy ebből a fajta autopilóta üzemmódból, ahol gyakorlatilag kérdés nélkül csak újra és újra és újra teremtjük a napokat. Persze van bennük különbség, mert az élet kintről hozza a sztorikat, ugyanakkor valahogy az az energia, amiből éljük az életünket, az olyan gyakorlatilag változatlan. Én nagyon érdekes módon megfigyeltem azt, hogy mióta használom ezeket az eszközöket, szóval én sem ilyen voltam, oké? Tehát, hogy most nem akarom azt mondani nektek, hogy ilyen tökéletes lett? pont nem. Hogy én is ilyen voltam régen, de azt figyeltem meg, hogy a legtöbb ember, akivel találkozom, hogy beszélgetek, nagyon kevesen vannak, akik a jövőről beszélnek, a, a, a terveikről, az álmaikról, ebből a lelkesedés terül, hogy a ah, most ebből, vagy nem feltétlenül csak a jövőről, hanem, hanem a jelenjükről, arról, hogy mibe vannak, hogy mit akarnak teremteni, hogy hova akarnak innen eljutni. Hogy a legtöbb ember, akivel találkozom, arról mesél, hogy mi volt ja, elmentünk, aztán kicsit kirándultunk, ja, 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 voltunk anyáméknál is, meg ja, azt kicsit összevesztünk, de aztán megoldódott, meg képzeld el, mi történt az izével, Jóska emlékszel rá, tudod, melyik utcában lakott. A legtöbb ember erről szólnak a beszélgetések, nem az inspirál, nem arról, hogy inspiráljuk egymást. Mi kellene ahhoz, hogy keres magadnak egy olyan embert, aki legalább legyen egy olyan ember az életedben, akivel inspiráló beszélgetni. Megfigyelted már, hogy <coughs> vannak olyan emberek, aki ha találkozol, hazamész, akkor utána azt érzed, hogy oh my god, uh, én nem maradt energiám, mindjárt meghalok, és mi bajom van egyáltalán, és mi a baj velem, és fú, de fura valami. És vannak olyan emberek, akivel találkozol, és utána meg azt érzed, hogy uh, Isten, a világot meg tudnátok váltani mind a ketten. Ez az, amikor találkozik két olyan energia, akik tulajdonképpen az energiájuk összeadódva, de mind a ketten abból a térből jönnek, hogy a lehetőségeket nézik. És szerintem ez a nagyon fontos különbség minden modalitás, és mondjuk az excess bars, meg az excess alapozó között, hogy ez a, ezek az eszközök arra vannak teremtve, hogy arra lettek létrehozva, hogy segítsenek téged abban, hogy lehetőségeket hozzál létre. Nem arra vannak létrehozva, hogy a problémáidat old meg vele. Miközben teremted a lehetőségeket, föl fognak bukkanni a problémák. Mondok egy példát, feljön valami, benyomódik a gombod, és lehet, hogy ráismersz arra, hogy még mindig van egy gyerekkori elakadásod, mert az anyád azt mondta, hogy csak, csak direkt példákat hozok de ezek kioldódnak menet közben, hogy mész előre és teremted az életed. Ezért nagyon fontos az, és itt jön az első eszköz, amiről elkezdtem nektek mesélni, hogy az alap, hogy a bárs könyvnek rögtön az első néhány oldalán, egyébként mindjárt elmondom, mi van odaírva, de hogy, hogy ebben a könyvben, csak abban a könyvben annyira sok információ van, én mindig ezt mondom mindenkinek, hogyha valakinek ennyi lehetősége van, hogy mondjuk elmenjen csak egy bárs tanfolyamra, abban már annyi eszköz van, hogy azok bőven elegendőek ahhoz, hogy valaki az egész, az egész életét megváltoztassa. Mert minden alapot van benne. Ott van benne az összes olyan eszköz, ami abban segít, hogy nyom egy resetet, és hogy újra az életet, hogy elkezd teremteni az életedet valami teljesen új irányba. És azon, hogy itt vagytok most, írjátok meg nekem, hogy ti mit gondoltok erről, de hogy érzékelitek, hogy kell, hogy legyen valami más, hogy, hogy van itt valami. Hogy, hogy, hogy kell, hogy legyen itt valami több. Hogy, hogy érzitek azt, hogy, hogy bennetek is kell, hogy legyen valami több. Hogy valaminek lennie kell. És ez az a lehetőségek érzete. Úgy például nálunk, a nikolát.com-nál, hát most már tudjátok, hogy már nem egyedül vagyok, azért beszélek mindig több eszámmal, mert itt van velem a Réku, mint facilitátor, és most jönnek még többen leszünk. Um, itt lesz velünk Kocsis Kriszta, elvileg a Nesla is csatlakozik hozzánk valamilyen módon, András, szóval csupa olyan ember, akinek az az üzenete, hogy megmutassuk az embereknek, visszaadjuk ezeknek a lehetőségeknek az érzetét. És nekem ez volt a célom, ezért rögtön a kezdetek óta nagyon figyeltem arra, hogy nem magamnak csináltam ezt, azért rát és neveztük ugye az oldalunkat Nikolatonkomra ahelyett, hogy hogy csak Erdély Nikolát lett volna, mert hogy ez már nem rólam szól, ez rólunk szól, a mi csapatunkról, hogy együtt, közösen azt szeretnénk, hogy megmutathassuk, hogy igen, és van egy másik lehetőség, hogy lehet más máshogy élni, hogy a lehetőségeket létre lehet hozni, és ha megnézitek, mit üzen nekünk ez a hétköznapi valóság, ha megnézitek a híreket, vagy elolvassátok, vagy csak beszélgettek emberekkel, akik nagyon élik ezt a valóságot. Miről szól? A panaszkodásról, arról, hogy nincsenek lehetőségek, de ne felejtsétek el, csak ezt az egy üzenetet vigyétek el magatokkal, hogy az univerzum mindenre, vagy nevezheted mindenségnek, egységnek, tudatosságnak, Istennek, aminek csak szeretnéd, ő mindenre azt mondja, hogy igen, mert ő itt van. És amikor azt mondod, hogy nincs pénz, nincs lehetőség, és ezt elhiszed ennek a világnak, akkor és ez van benned, ez a monológ megy oda bent, akkor ő azt mondja, hogy oké, okay, igen, és ez lesz a valóságod. Amikor pedig elkezded ezeket lebontani, megkérdőjelezni, hogy tényleg igaz az, hogy nincs lehetőség ebben az országban, vagy elhittem, mert már olyan sokat mondták nekem, és mindenki ebben van. De mi van? És itt jön a nagyság szerintem, hogy a rockstárság, hogy hajlandó vagy-e megkérdőjelezni ezt. És én nagyon sokat mesél mostanában azt, hogy hát amikor én találkoztam ezekkel az eszközökkel, akkor igazándiból nem volt valami úristen, de csodás életem. Itt szuper kis lakásban laktam egyébként, de hogy nem volt sok pénzem, és sőt, arra se volt pénzem sokszor, hogy vegyek magamnak ebédet, hanem mondjuk nem tudom, vettem a közérbe valami párizsit, meg kiflit, és akkor azt ebédeltem. De csak attól, hogy ezeket az eszközöket elkezdtem használni, kívülről látszólag a fizikai nem változott meg, mert, Ugyanannyi pénzem volt még mindig, ugyanott laktam. De belül az, amiből éltem, az megváltozott. Azt, élt, azt éreztem, hogy oh my god, itt lesz valami. És végre életemben először azt éreztem, hogy na, ez valami olyan cucc, ami, tél, ami nem csak gyógyír két órára motivációs előadások, vagy motivációs könyvek, hogy elolvasod, és akkor kicsit jobban érzed magad. Hanem azt éreztem, hogy na, ez valami más. Ez, ez tényleg valamit tud csinálni. Miért? Azért, mert az embereknek nem motivációra van szükségük, meg tanácsokra. Senkinek. Eszközökre. Azért, mert totálisan máshogyan csináljuk az életet, mint ahogy az valójában működik. És mivel visszafele csinálunk mindent, ezért azt teremtjük, hogy nincs pénz, azt teremtjük, hogy szarok a kapcsolataink, azt teremtjük, hogy nem működik az életünk, a testünkkel szenvedünk, Azért, mert senki nem mondta el nekünk, hogy é, é, ezt valahogy máshogy kéne csinálni. Hanem csak másolunk, másoljuk a nem működőt. Megyünk a nyájjal a pusztulásba. Követjük a nyájat a pusztulásba. És ez a nagyság szerintem felismerni, hogy N -n -n", van egy másik lehetőség. Nem egyfajta ellenállóként, nem egyfajta lázadóként, hanem egyszerűen csak ebből a nyugodt, relaxált térből azt mondani, hogy én megyek és felfedezem, hogy mi igaz nekem. Én megyek és felfedezem, hogy mi az én valódi valóságom. Én megyek és hajlandó vagyok megcsinálni a munkát, ha kell elengedni dolgokat, elengedni a múltat, felülkerekedni, elengedni az áldozatiságot, és menni, és teremtek, megyek, és teremtek magamnak egy új életet. És ebben segít mondjuk az Access bars az első eszköze, amit most már tényleg elmondok, ami, ami úgy hangzik, hogy minden egy kérdéssel kezdődött. És én nagyon szeretem ezt a részt, hogyha voltatok bárztan folyamon, akkor olvassátok el a könyvnek ezt a bevezető részét, ott van ez az egész sztori, amiben arról van szó, hogy tulajdonképpen Geri annyit csinált, hogy föltette azt a kérdést, hogy mit szeretnék, milyen legyen az életem. Ennyi volt a kérdés. Innen, innen indult minden. Mit szeretnék, milyen legyen az életem. És most mindenki itt vagyunk, élőben 400-an, meg valószínűleg több ezeren meg fogjátok nézni ezt a live vagy visszanézitek még egy párszor. Csak mindenki kicsit, csak egy icipicit hangolódjatok rá az életetekre, vagy önmagatokra. Csak egy icipicit. És csak kérdezz meg magad, hogy mit szeretnék, milyen legyen az életem. Azért, mert, mert megérdemled, azért, mert lehet más az életed, azért, mert felteter ezt a kérdést. A legtöbbünk, nek az, amiben most van, annak semmi köze nincs hozzá, amit ő valójában szeretne, és ami valójában lehetséges a számára. Csak azt hiszük. És szerintem ez az izgalmas ebben, hogy amikor elkezdjük, amikor elindulunk az úton, és most itt nyomjuk a reszetet együtt, ezzel a kérdéssel, hogy oké, okay, ez van. Nem kell harcolni ellene, nem kell rosszát tenni, nem rossz, hogy ilyen az életed, nem hoztál rossz választásokat, lényegtelen. Itt vagy. A lényeg, itt vagy, itt vagy. Élsz? Élsz. Szuper. Van tested? Van. Oké, okay, klassz. Elengedhetsz mindent, ami eddig voltál. Nem kell ahhoz elmenekülni egy másik országba, egy másik helyre. Itt és most elkezdheted megváltozni újra. Csak újra teremteni az életednek a szövetét. Nem kell most, hogy konkrét válaszaid legyenek, csak tűnődj rajta. Csak írjátok meg, ki az, aki már most jobban érzi magát, mint amikor elindult ez a live, vagy a live előtt, vagy mondjuk, mint tegnap. Csak ettől a, ettől a pár gondolattól. De miért? Azért, mert minden, ami neked igaz, az könnyű. Attól így érzed magad, attól azt érzed, hogy elolvadsz, attól azt érzed, hogy ah, végre, na, jó, oké. Okay kapsz levegőt, hogy azt érzed, hogy uf, akkor lehet, hogy mégsem vagyok annyira cseszett, akkor lehet, hogy mégsem vagyok annyira béna, akkor lehet, hogy van itt valami. És ez az, amit szeretnénk mi mindannyian, ups, összedöntöm a rendszeremet, ez az, amit szeretnénk nektek mi mi mindannyian a csapatommal visszaadni nektek ezt a a lehetőséget, amit, hogy nem mi fogjuk visszadni természetesen, félre csak csak hogy, hogy ezen dolgozunk, hogy megmutassuk, hogy van van lehetőség is. És az életünknek nem arról kellene szólni, hogy a problémáinkat orvosolgassuk, és hogy azt nézzük, hogy mi volt, hanem, hanem mindig benne tartani magunkat abban az energiában, hogy mit szeretnék teremteni, hova akarok eljutni. Mire vágyom? Mi az én valódi valóság? Feltenni fel a kérdést. Na, a fényem az elment. Várjatok. Lehet, hogy nem tudom el ide. de. szuper. Oké. Okay. Szóval, szerintem ami a legfontosabb ahhoz, hogy az életünket el tudjuk kezdeni újra, kalibrálni, teremteni, az nagyon fontos, és ezzel nyomjuk be a reszettet, hogy azt mondod, hogy minden, ami voltam. És ne felejtjétek, hogy a múltnak van egy fontos tulajdonsága az, hogy elmúlt, hogy már nincsen. És a legtöbben abban élünk, hogy mi volt, mit mondott, miért úgy volt, nekem nem kellett volna úgy mondani, és nekem van egy kedves történetem erről, ami a, a életem első alapozó tanfolyamán voltam, és András mondott egy olyan mondatot, hogy minden csak egy választás kérdése. Minden csak egy választás. Én mondom, ó, basszus. Hát ha minden csak egy választás, akkor nem létezhet a múlt többé. És <laughs> akkor ott mindenki nézett rá nagy szemekkel, hogy mégis mire gondolok. És mégis arra jutottam, hogy ha minden csak egy választás, akkor nézzétek meg azt, hogy mindenhol, ahol megbántott engem valaki, ott valahol azt választottam, hogy meg akarok bántódni. Lehet, hogy körbe-körbe jártam a világban egészen addig, amíg jött valaki, és végre megbántott. És ez lehet akármi miatt, lényegtelen. De ugyanúgy igaz visszafele is, hogy az egy választás kérdése, hogy mit választok egy helyzetben. Az, hogy megsértődök, az, hogy magamra veszem, az, hogy személyesre veszem. Ez az egyik legfőbb oka annak, hogy a kapcsolataink nem működnek, hogy mi magunkat nem szeretjük, és sokat ítélkezünk magunkon, hogy mindent személyesre veszünk. Azt gondoljuk, ha valaki faramúci velünk, vagy mogorva, akkor az rólunk szól, hogy mi kik vagyunk. Nem, nem személyes. Semmi nem személyes. Beszól a spárban ő? Nem személyes. Beszólnak a buszon? Nem személyes. Valaki idegbajos? Nem személyes. Én mindig mondom a csapatomnak bent az irodában, hogy én nem akarok olyan főnök lenni, aki mindig így rettegni kell, hogy vajon milyen hangulatban megyek be, és mindig el is mondom a csajoknak, hogy ha ilyen hülye vagyok, nem személyes. <laughs> Mert hogy az embernek vannak jobb meg rosszabb napja, és hát én azért elég sok emberrel vagyok körülvéve non-stop, és azért nagyon éber vagyok az embereknek a valóságaira, és azért csak a brilliáns tagságban több mint ezeren vagyunk, plusz a Boldogság Akadémián 450-en, szóval azért nagyon, tehát energetikailag sok emberrel vagyok folyamatosan összekapcsolódva, és hát rajtam folyik át ez az egész, szóval nagyon éber vagyok arra, hogy mibe vagyunk, mibe vannak a srácok a, 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 ezekben a programokban. És ez ugyanúgy igaz rátok is. És nagyon fontos ez szerintem. Egyrészt kinyilatkoztatni is, hogyha te is nagyon hú, ilyen uh, ventiláló vagy, meg a másik nagyon fontos, tudnod azt, hogy nem személyes. Ha valaki fej nem rólad szól. Ez az ő választása, azt választott, hogy az. És ez annyira sokat tud segíteni abban, hogy picit nyugalmad legyen önmagaddal, hogy egy pici, pici, kedvesség legyen ott önmagaddal, mert amint elkezdesz így működni, észreveheted azt, hogy ó, oh, wow, soha semmi nem volt személyes. Egyik dolog sem. Szóval vissza a kérdésekhez. Egy picit mesélek nektek erről, hogyha benne vagytok, nem akarom nagyon sokáig húzni ezt a lábot, mondjuk egy negyedik, hogyha benne vagytok, de azért egy pár történetet mesélnék nektek. Szóval, szóval úgy indult a a története, nem létezett az access consciousness, meg az access sem, hanem egyszerűen csak föltette azt a kérdést, hogy mit szeretnék, milyen legyen az életem, és akkorra már másodjára vált el, nem volt pénze, nem volt neki hol lakni normális helyen, és egyszerűen azt érezte, hogy mi a baj vele, hát nem igaz. De ahelyett, hogy ezt a kérdést tette volna fel magának, ezt átforgatta lehetőségekbe, és nézzétek meg, hogy hányszor tesszük föl magunknak, azt a, um, azt a kérdés, hogy ah, mi a baj velem, miért vagyok én elcseszett, miért vagyok ilyen szerencsétlen, hogy le, mindig velem történik ez, természetesen. És amikor ott van ez bennünk, akkor ez soha nem egy olyan kérdés, ami többet teremten. Ezért nagyon fontos, érdemes olyan kérdésekbe, szóval átforgatni a korlátozásokat lehetőségekbe. És amikor azon kapod magad, hogy ah, miért vagyok ilyen szerencsétlen, meg ilyen töketlen, meg ilyen nyomi, meg már nem itt kellene tartanom, akkor tedd föl magadnak azt a kérdés, hogy mi a jó bennem, amit nem vettem még észre. Átforgatni lehető, az ítéleteket átforgatni lehetőségekbe. És nagyon fontos, hogy ugye az ítéletek és a... Majdnem um, gyorsan mondtam, a hála, az, az nem létezhet egyszerre. Szóval ez a kettő kiüti egymást. Hogyha ítélkezel magadon, nem tudsz hálás lenni. Amikor hálás vagy magadért, képtelen vagy ítélkezni magadon. Ezért, ha észreveszed, akkor ez, az nagyon klassz lehet ez a kérdés, hogy mi a jó bennem, amit nem vettem még észre. Miért lehetek hálás magamnak, amit még nem vettem észre. És ezek mind nagyon fontosak, mert minden azzal kezdődik, hogy elkezdesz egyfajta kedves, intím... Um, kapcsolatot kialakítani magaddal, ahol képes vagy hálásnak lenni magadért, ahogy nagyra becsülöd magadat, ahol tiszteled saját magadat, és minden ebből indul, és én mindig ezt mondom az összes programomban, hogy minden eszközt érdemes magatokon használni, szóval nem elmenni és a pasidat próbálni megszerelni, vagy a gyerekedet, vagy az anyukádat, vagy bárkit, a barátnődet, hanem egyszerűen mindig kezdj el a saját házattáján sepregetni. Miért? Azért, mert amikor elkezdesz megváltozni, akkor megváltozik a rezgésed és ezzel a rezgéssel mindenki össze fog szinkronizálódni. És biztos hallottatok már erről, hogy egy irodában oda ment öt nő dolgozni, aztán pár hónap a későbben mindenki ugyanazon a héten menstruált. Azért mert minden rezgés, minden energia, és az, amit te testesítesz meg, az egyrészt odahozza azokat az embereket, akik, akik hasonlóan rezegnek, azok, akik hajlandóak változtatni, akik hajlandók inspiráltak lenni, azok is képesek lesznek változni ezáltal. És ezért van az, hogy én például saját magamról el tudom nektek mesélni, hogy nem volt túl klassz, úgymond ez a családi dolog nálunk. Elváltak a szülők, mindenkinek lett saját gyereke, és mindig voltak, hát nem konfliktusok, ezért azt nem mondanám, de hogy úgy a felszín alatt furcsa dolgok nekünk gyerekkori sérelmek, és amikor elkezdtem ezeket elengedni, egyrészt egy új perspektívából, nézőpontból látni, meglátni a családomat, a szüleimet, a testvéreimet, akkor rádöbbenhettem arra, hogy ami hogyha nincs itt olyan nagy gond, és az az izgalmas látni, hogy én elkezdtem változni, és az egész életem megváltozott, és vele együtt minden, a környezet, beleértve a családot, a barátokat, és minden, átváltozott, és ez nem egy sprint, szóval nem rohanunk sehová, hanem, hanem napról napra elköteleződünk ahhoz, hogy más választásokat hozunk, hogy máshogy létezünk, hogy föltesszük azt a kérdést, hogy ha ezt mondom, az mit teremt? Ha nem mondom, az mit teremt? Megnézni mindent, ugye Maja szokta mondani a podcastban, hogy mi mit teremt az életünkben, mindig nézni, hogy mi mit teremt az életünkben. Mert nagyon fontos az, hogy minden egyes választásunknak hatása van a jövőre. A legkisebb választásainknak is, és az, hogy jobbra vagy balra kanyarodsz az utcán, annak is hatása van arra, hogy milyen jövőt építesz magadnak. És észre sem vesszük ezt, nem is vagyunk erre éberek, hogy, hogy ilyen szinten lenne fontos megfigyelni azt, hogy a választásaink mit teremtenek az életünkben. Szóval visszatérve a kérdésekhez. Nagyon fontos ángolódni arra, és én, én erre bíztatnának benneteket, hogy minden reggel, amikor felébredsz, hát föl ezt a kérdést, hogy ma ki vagyok én, és mit szeretnék, milyen legyen az életem. Csak hagyd magad tűnődni. Ha, ha van kedved, akkor egy héten keresztül játszd ezzel. Ugye nem sokára jön majd a naplóm, valamikor a nyár közepén remélhetőleg, majd fogunk benneteket tájékoztatni. <kül> ha nem akartok lemaradni az információkra, akkor iratkozzatok fel a hírlevelemre, ha felmentek a weboldalunkra, nikolett.com és megkeresitek fent, ott van a hírlevél fülecske. Ne aggódjatok, nem küldünk semmilyen spamet, szóval csak jó cuccokat, egy csomó eszköz küldünk, minden hónap elején van a hónap eszköz, elküldök egy 20-30 perces hanganyagot, küldünk egy csomó ajándékot hónap közben, úgyhogy néha küldünk információkat is, hogy milyen programok lesznek, de legalább tudni fogtok róla, de nem vészes mennyiségben, és ott tudtok feliratkozni, és jaj, be is raktál köszönöm szépen. És és akkor nem fogtok lemaradni ezekről a dolgokról, viszont csak így visszatérve ahhoz, hogy érdemes, azért érdemes ezeket a kérdéseket föltenni, azért fontos ez ahhoz, hogy nyomni tudj az életeden részetet, mert el kell kezdeni valami mást csinálni, mint amit eddig csináltunk. Mert biztos hallottatok már, akár tőlem is, de egy csomó helyen csomóan mondják ezt, hogy Ugye Einsteinnek van egy ilyen definíciója az őrületre, ő azt mondta, hogy mi az őrület. Az, hogy az emberek újra és újra ugyanazt csinálják, loop, és azt várják, hogy a dolgok megváltoznak. De ahhoz valami más kell csinálni, hogy, hogy valami új kezdődjön. És például az, hogyha minden este, vagy minden reggel, amikor felkezdtök, mindegy, csak csináld meg, elpusztítod, nem teremtetté teszed a kapcsolódásaidat, a múltadat, a kapcsolatodat a pénzzel, a főnököddel, a vállalkozásoddal, mindennel, a múltaddal, a jeleneddel, a jövőddel, mindennel, akkor olyan, mintha létrehoznám minden alkalommal egy tiszta fehér lapot. Mintha a múlt nem létezne. Nem és azon, hogy lehet, hogy megcsinálod ezt százszor, és még mindig azt érzed, hogy utálod a volt pasidat, majd elmúlik csak csinál, csak a szándékottól történik. Annyit mondasz, hogy elpusztítom, és nem teremtetté teszem mindent, ami voltam, a múltamat, jövőmet, jelenemet, a kapcsolódásomat mindenkivel és mindennel. És ennyit. A szándékottól történik, nem kell semmi más csinálni. És akkor fölkelsz másnap reggel, és ez azt a kérdés, hogy mit szeretnék, milyen legyen az életem? Ha igazán önmagam lennék, ha nem lenne korlátozás, ha senki senki nem tudna engem megállítani. Ha nem lenne igaz az a sok-sok nézőpont, amit valaha hallottam, ha az mind kuka lenne, akkor ki lennék? Kivé szeretnék válni? Azért, mert nagyon fontos, csak ezt nagyon kevesen tudják, hogy azért nem tudunk jól választani az életben. Ez szóval a jól, ez macska körül, mert rosszul se tudunk, de hogy, hogy nem tudunk, szóval azért nem választunk olyan dolgokat az életben, ami nekünk működik, akkor inkább így mondom, mert fogalmunk sincs, hogy milyen jövőt szeretnénk valójában. Ha meg tudod ezekkel a kérdésekkel, hogy milyen jövőt szeretnél valójában, akkor rá tudsz ennek az energiájára hangolódni, és hogy rá vagy hangolódva ennek az energiájára, ahogy jönnek a lehetőségek, föl tudod tenni a kérdést, hogy ezt választom, ez abba a jövőbe visz, igen vagy nem. Ez mind egy, egy játék. Nem kell ezt nagyon komolyan venni, nem kell ebbe beleőrülni, hanem elfelejtettük ezt, nem? Hogy, ez, hogy, hogy? Elfelejtettük, hogy jól is érezhetjük magunkat. Pont egy kedves barátommal megyünk keresztül egy ilyen folyamaton, és, és pont mondtam neki, hogy. de miért nem érzed csak jól magad? És így nézett, hogy uh, úgy, úgy láttam, hogy a fogaskerekek így bekattannak, hogy, uh, hogy jól is érezhetném magam. Nem. Igazából most nézheted azt, hogy ez mennyire rossz, és úristen, és úristen, és úristen, de közben ha azt nézed, hogy milyen jövőt szeretnék teremteni, hogy hova szeretnék eljutni, akkor akár jól is érezheted magad, függetlenül a körülményektől. Választhatod azt, elköteleződhetsz amellett, hogy csak jól szórakozol. És ez nem pénzkérdése, nem azon múlik, hogy hol élsz, nem azon múlik, hogy kik a szüleid, hogy mekkora a tested, vagy hogy néz ki, hanem egyszerűen csak választhatod az, hogy jól szórakozol az életben. Függetlenül attól, hogy mások mit választanak. És ö, én nem gondolom, hogy ez, hogy ez nem akarok nézőpontokat csadni nektek, de egy nem, ke, inkább így mondom, nem kell, hogy ez így történjen, csettintésre. Ez folyamatos. Szóval azt hisszük, hogy egy nagy, jelentőségteli választást kell hoznunk, ami megváltoztat mindent. Igaz? Írja meg, aki ebbe van. Most ezt megvárom, kíváncsi vagyok, mit mondtak. Addig szűrtsenem a kávémat. Rékónak megüzenem, hogy itt hagyta az Aeropresszét, de már otthon az irodában elraktam. Én meg iszom az Aeropresszt, ezt most nem ő csinálta, de múltkor ő készített nekem kávét. Igaz? Na, tényleg is mondja, hogy igaz. Szóval, szóval a legtöbben azt gondoljuk, hogy és keressük, igaz? Hogy keressük azt az egyjelentőségteli dolgot, hogy azt megváltoztatom, most minden meg fog változni. Új jövő íródik. De van egy jó hírem, hogy ez nem így működik, hanem, hanem úgy működik, hogy nagyon sok pici választást kell hoznunk abba az irányba, ahol menni szeretnénk, és a sok kicsi választásunk fogja írni azt a jövőt. Például mesélek nektek valamit. A, most lesz ugye az Excess Básztam folyamunk április 15-én, gyertek sokan, majd berakjuk ide nektek Rékóval a linket. Szóval ö, április 15-én lesz a következő Básztam és körülbelül 400-an leszünk. E, gyönyörű helyen, itt Budapesten, a Dunaparton, a Meriotban, e, rengeteg meglepivel, szóval szuper klassz tanfolyam lesz. És nem úgy történt, hogy kitettem egy tanfolyamot, és 400-an vagyunk egy tanfolyamon várólistával, hanem úgy történt, hogy kitettem egy bárs tanfolyamot, és senki nem jött el rá. Aztán kitettem még egyet, arra se jött el senki. Aztán kitettem még egyet, regisztrált rá valaki, de már mikor regisztrált fejben elköltöttem a pénzt, amit fizetett volna, úgyhogy lemondta, mert ez így működik. Hogyha előre elköltöd a pénzt, akkor kirtelen megszűnik a lehetőség érdekes módon. És akkor az történt, hogy nagyon sok pici választást hoztam az úton, ami lehetővé tette azt, hogy mindig egy picit több ember tudjon eljönni a tanfolyamra. Lettek kollégáim, kicsit több ágyat béreltünk, nagyobb helyet béreltünk, és akkor sose tudtuk, hogy tényleg ott lesznek-e az emberek, vagy eljönnek-e, most is benne volt a pakliban, hogy kibéreltük a legnagyobb termet, a Meriodban, 600 négyzetméter, és lehet, hogy csak ketten lesznek rajta, és két masszázsájt lesz benne. Ez is benne volt a pakliban. De nagyon sok pici választás volt, hogy mindig egyenlő nagyobb helyre mentünk, mindig egyenlő nagyobbat választottam, és sosem álltam meg mindig, tehát hogy létrehoztam a teret, meg a rendszert, ami be tud fogadni ennyi embert. Nem egy nagy választás volt, hogy itt vagyunk, hanem az elmúlt hét évben nagyon sok kicsi választás. És még egy-két évvel ezelőtt is volt olyan, hogy senki nem jött el a tanfolyamokra. Mert nem is elvárás. Vannak tanfolyamok, amik megvalósulnak, vannak tanfolyamok, amik meghiúsulnak. De az nem valami rossz dolog, hanem minden dolog azért történik az életünkben, hogy még éberebbek és tudatosabbak legyünk, és hogy föltegyünk még még több kérdést. Van még hely egyébként a bárstam folyamon, mert ugye csak bankkártyával lehet fizetni, amiatt, hogy nagyon sokan leszünk, és ott reggel az bonyolítaná a regisztrációt, hogy ott készpénzezünk, emiatt csak előre fizetése lehet jönni, de van még hely. Ha fölmentek a weboldalra, beírjátok az e-mail címeteket, meg a neveteket, akkor átdob egy másik oldalra, és ott lehet látni, hogy még összesen hány hely van, úgyhogy van még helyünk bőven, tudtok jönni, még szerintem az utolsó hetekben is, hogyha addigra jön össze a pénzre, akkor is el fogtok tudni jönni. Úgyhogy ne aggódjatok emiatt, mert sokan írtátok nekünk, csak azért gondoltam ezt elmondom nektek, hogy ne aggódjatok, van, aki még gyűjtöget rá. Úgyhogy, úgyhogy meg, 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 fog, meg fogjuk tudni oldani. Szerintem mindenki be fog férni, úgyhogy nem lesz ezzel gond. Szóval ezeket akartam nektek hozni ma reggel, és majd írjátok meg, hogy hogyan érzitek magatokat, könnyebb lett-e, és talán még egy zárásként, amíg megírjátok, hogy hogy vagytok, meg hogy érzitek magatokat, meg ha van kedvetek, megírhatjátok azt is, hogy hol találtátok meg az oldalamat, vagy honnan ismertek engem, vagy minket. Szóval csak egy pár gondolat ide a végére nektek, hogy, hogy az Access Bars folyamaz az egy nagyon különleges dolog szerintem, rengeteg csodás eszközzel, egy kis kézikönyvvel, egy teljes egész napos tanfolyam, ahol reggel kilenc körül kezdünk, délelőtt van két csere, ahol összerakunk rakunk benneteket párok, hogy ti kerestek magatoknak egy párt, vagy ha barátnővel jöttök, akkor a barátnőtökkel, és megajándékozzátok, meg be is fogadtok, egy, a, tehát megajándékozzátok a másikat. Egy Bársz is be is fogadtuk egy bászkezelést is. Nagyon sok embernek ez életében a leges alkalom, hogy feltétel nélkül befogad. Hogy nem kell cserébe adni a semmit, és csak ott van. És nagyon fontos az, hogy a bársz az megtanítja a testet a befogadásra. Az érintésen keresztül. Szóval ezért nagyon fontos az érintés a bársz tanfolyamon. Akkor utána van egy ebédszünet, és akkor egy viszonylag hosszabb ebédszünet, de gyönyörű, gyönyörű helyen vagyunk, mindig nagyon fontos nekünk, ajándékok is, nyakbaalkasztó, ez az, amaz, sőt, most még azt is sikerült elintéznünk nektek a Krajcsó hogy akik jöttök a tanfolyamra, kaptuk a fabulóhoz kupont, ajándék kupont, amivel kedvezményesen tudtok massz, masszázságyat venni, szóval mindig próbálunk keresni mindenféle klassz lehetőséget nektek, mert ugye, hogyha szeretnétek otthon kezelni, vagy pásztkezelők válni akkor akkor tudjátok használni ezt a kupont, és akkor tudtok venni kedvezményesen masszázságyat tőlük. Úgyhogy mi nagyon szeretjük őket, mi tőlük veszük a masszázságyainkat, úgyhogy ezt köszönhetjük a Timinek, aki az egyik kedves barátomnak, aki intézte nekünk ezt a kapcsolódást, szóval Szóval nagyon klassz egy ilyen hogy nem és azon túl, hogy megtanuljátok a kezelést, hogy kaptok egy kezelést, azon túl pedig ami nagyon fontos, hogy ez a kézikönyv, ez telistele van fantasztikus eszközökkel, amelyek kivétel nélkül arra vannak tervezve, hogy lehetőségeket tudjunk teremteni az életünkben, és hogy benyomjuk végre azt a reset gombot. Nagyon sokan eljönnek egy bástanfolyamra folyamra, és utána évekig köszönik szépen, jól vannak. Nagyon sokan csak eljönnek egy kezelés, és utána évekig köszönik szépen, jól vannak. Az a szuper a bárszkezelése, hogy nagyon sokan szokták tőlem kérdezni korábban, hogy hé, Nikolett, mikor jöjjék a következő bászkezelés, és én mindig mondom, hogy ki vagyok én, hogy megmondjam neked, hogy mikor gyere. Hát ezt te fogod érezni, hát te tudod, hogy mikor. És um, nagyon izgi azt látni, hogy egyrészt így meglepődnek az emberek, hogy ó, nem megmondják nekem, hogy mikor jöjjek vissza, hanem mert erről szól ez az egész, hogy megerősítsen téged abban, hogy tudsz. Hát te tudod, hogy mikor kell visszajönnöd, nem én. Hát én ki vagyok én? És, és, ezt imádom, hogy, 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 hogy visszaadni az embereknek ezt. És volt olyan barátom, aki eljött egy bárszkezelés, és kérdezte végén, hogy mikor jöjjek a következő, és mondtam, hogy nem tudom, majd mikor azt érzed, úgy pingel, hogy már úgy jönnél, és volt, hogy másfél év után jött, és kérdeztem, hogy na mi van, mi a helyzet? Azóta nem is láttak, és mondta, hogy ő olyan rohadt jól volt, másfél éven keresztül, de most már érezte azt, hogy megint kezd egy kicsit összenyomni ez a valóság. És most eljött egy újabb bárszkezelése. Szóval egyrészt közösséget építünk ezeken a bárztan folyamokon, Rékuval, ez nekünk nagyon fontos, ugye a dr. Gár többen ismerhetitek is akár, őnek is van egyébként bárs biznisze, szóval ő is bársfacilitátor, facilitátor, és Réku egyébként nálunk a Nicolette.com-nál, ő a community manager, vagy community specialist, bár nem is tudjuk, hogy hogy mondjuk, a lényeg az, hogy ő az, aki építi velem együtt ezt a közösséget, a különböző platformokon, a tanfolyamokon, szóval ő lesz a házigazdájának az eseménynek, és azon fogunk ügyködni, hogy segítsünk benneteket is abban, hogy akár tudjatok egymással kapcsolódni ott, akár ki tudunk menni együtt ebédelni, ezen még dolgozunk, mert azért nagyon sokan vagyunk, eddig még nem találtunk ételmet, ugye ezt nem tudjuk még megígérni, de dolgozunk rajta. Ezt majd ott a tanfolyamon fogjuk tudni megmondani, hogy sikerült-e megoldani. De hogy tényleg nekünk az a célunk, mert nézzétek meg azt, hogy mi hiányzik ebből a világból, főleg a COVID óta? Hányszor érintettek meg téged úgy, hogy Úristen beleolvattál valakinek az ölelésébe? Nem megyünk már oda egymáshoz, nem érintjük meg egymást, nincs meg ez az intimitás, és akár a nő és nő között, nem szexuális intimitás. Nincs meg ez a. Nézzétek meg azt annyit, beszélek erről mostanában, hogy, az, hogy amikor érintesz, akkor változást hozol létre. Annyira fontos lenne az érintés, annyira fontos lenne a jelenlét, és hogy ez az, amit felfedeztünk. Hogy egyszerűen hiányzik a világból ez. Nincsenek már közösségek. És mi, mi, mi nekünk az a célunk, és azon dolgozunk nap, mint nap, napról napra, egyrészt, hogy visszaadjuk nektek a lehetőségek érzetét, a másik, hogy eszközöket adjunk nektek, mert nem tanácsokra van szükségetek eszközökre és hogy közösséget hozzunk létre, ahol lehet személyesen is találkozni, és élőben is kapcsolódni. És ezért kérlek benneteket, hogyha beléptek akár a Boldog Közösség csoportba is, és valaki föltesz egy kérdést, vagy akár egy videó alatt, poszt alatt valaki föltesz egy kérdést, légy szín, ne toljátok rá nézőpontotokat, hanem adjatok neki egy kérdést, egy eszközt, mindig eszközt, megerősíteni a másikat, és tedd fel a kérdést, hogyha ezt írom ennek az illetőnek, azzal megerősítem-e őt, vagy elerőtlenítem. És ez annyira fontos, mert annyi helyen látom ezt, hogy az emberek tolják rá egymásra a hülye nézőpontjaikat. A, az hallotta, hogy meg menjen, kenjen be magát ezzel. Ez sem rossz valahol, de de valahogy amit mi csinálunk, az, az pont nem erről szól, nem kérdésről, megerősítésről arról, hogy itt vagyunk együtt, hogy legyen egy olyan közösség, ahol tényleg az a cél, hogy egymást tudjuk erősíteni, és hogy, hogy, azt érezzük, hogy tartozunk valahová. Mert erre vágyunk, nem? Hogy tudod, hogyha belépsz a boldog közösség csoportba, és felteszel egy kérdést, akkor, akkor fogunk válaszolni. Vagy ha benn vagy a Telegram csoportban, mert van Telegram csoportunk is egyébként, ahol ilyen instant tudunk egymással írni. Ezeket majd költöztetjük lassan a szörkörre, de ez egy másik live-nak a témája. Szóval, szóval ez lenne a cél nálunk, hogy ebben segítsünk benneteket, és köszönjük, hogy itt vagytok. Na, no, akkor egy pár információ. Köszönjük, hogy itt voltatok ma reggel. Egyrészt gyertek a Bárztan folyamra április 15-én, nagyon várunk benneteket a, a meg a csapattal. Csodás lesz, ígérjük Tomival már, meg Bernivel tervezzük a vizuális élményeket, úgyhogy mindenféle klassz dolog lesz, úgyhogy ez egy rendhagyó kis bástanfolyam folyam lesz. Azt nem tudom, mikor lesz a következő, mert, mert mivel annyira sokan akartok jönni, viszont egy ilyen nagy tanfolyamot annyira sok energia meg, um, annyira sok energia megszervezni, hogy hát évente egyet, max. kettőt fogunk itthon csinálni, úgyhogy gyertek el mindenképpen, a szeretnétek ennek az élménynek a lenni. Még akkor is, ha már voltatok bárszon, érdemes eljönni ismételni, mert ez egy más élmény. Azért mondom, hogy más, nem jobb, hanem én se tudom, milyen élmény, mert én se voltam még ilyen nagy bárs szóval ott fogjuk megtapasztalni együtt, hogy milyen az, amikor 400 ember bárokat futat, úgyhogy én is kíváncsian várom, hogy ez milyen lesz. Szerintem minden tanfolyamnak megvan a szépsége. Én körülbelül 50 darab olyan tanfolyamot tartottam, amin két ember volt, és azok is csodálatosak voltak. Szóval nem rosszabb egy tanfolyam, amin kevesebben vannak, mindegyik mást ad az embernek, szerintem. És a másik fontos dolog, hogy akkor holnap reggel ismét találkozunk, gyertek, holnap arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan tudjuk újra kezdeni, szóval ma nyomtunk egy reszedet, és holnap arról fogunk beszélgetni, hogy milyen eszközeink vannak arra, hogy újraindítsuk az életünket, újra alapozzuk az életünket, hogy azt az, azokat az alapokat, amelyekre építkeztünk eddig, de nem működik nekünk, azokat hogyan tudjuk lebontani, és hogyan tudunk egy új, új platformot építeni, amiről egy sokkal kedvesebb, nagyszerűbb, és egy izgalmasabb életet tudunk teremteni magunknak, és mindenki másnak a környezetünkben. Nagyon szívesen mindenkinek, és és talán ami még fontos lehet, hogy akkor honlapregen 8-kor találkozunk, ne feledjétek. holnap szombat, nem kellünk ilyen korán. Szóval honlapregen 8-kor találkozunk ugyanitt az oldalamon, a Youtube-on, vagy a csoportban, és ami nagyon fontos, hogy vasárnap kilenckor találkozunk, mert 8-tól 9-ig energiahúzás lesz a Boldogság Akadémiásoknak, és akkor utána jövök itt élőben, és ami még fontos, hogyha megtennétek, hogy megosztjátok másokkal is ezt a videót, azért nagyon-nagyon-nagyon hálás lennék, hogyha tetszett nektek, hogyha sok információ volt benne, ami tetszett, akkor köszönöm, hogyha meghívtok másokat a csoportba, vagy megosztjátok másokkal, és ne felejtjétek, képzeljétek, tízezren vagyunk már a Boldog Közösség csoportban, úgyhogy most azon dolgozunk, hogy tizenegyezren legyünk, mindig új célunk van, elérünk valamit, és akkor megyünk tovább. És csodálattal hallgatlak mindig, annyira köszönöm. Hát én nagy lelkese vagyok ezeknek az eszközöknek, nekem tényleg az életem megváltozott tőlük. Én tényleg egy kis nyomi voltam, de nem ítéletből, hanem annak teremtettem az életemet. Mindig volt mindenféle traumadráma, baleset, betegség, Pénztelenség, szóval, mert ez hosszú volt az út, ezért is mondom nektek, hogy ez nem egy sprint, hanem, hanem egy maraton. Szépen, mindenki a maga tempójában, és um, Ja, szóval nagyon köszönjük, hogy itt voltatok velem ma reggel is, imádtam, gyertek holnap reggel is, hívjátok meg a többieket is a Boldog Közösség csoportba, és még Rékóval betesszük nektek, már be is tette, láttam a Telegram csoportot, de majd betesszük még egyszer a Telegram csoportot, Facebook csoportot, és várunk benneteket szeretettel holnap reggel is, illetve vasárnap reggel is, szép napot nektek, hét utolsó napja, hú, uh -huh. és csak játszotok egy picit, vegyetek egy naplót, mit szóltok, ha van kedvetek, egy új füzetet, um, amiben tudtok egy picit jegyzetelni ezekről a um, eseményekről. Mi pedig majd később ezt a YouTube-on egy ilyen lejátszási listába fogjuk um, rendezni nektek, és akkor vissza tudjátok egymás után hallgatni majd ezeket, az e e ezeket a reggeleket. Szóval nagyon köszönjük, itt voltatok. Szív, nagy ölelés, csodás napot, és köszi, hogy vagytok, és hogy választjátok, hogy jobb helyét teszitek ezt a világot. Még akkor is, ha most nem látjátok, hogy mivel, de csak attól, hogy itt vagytok, már jobb nekünk.